Sziasztok, kedves barátaim! A jó karma is rossz? Erről fogunk ma beszélni egy pár szót. Védikus írások magyaráznak, hogy igazából relatív dolog jó vagy rossz. Miért? Mert a vége mindig rossz. Képzeljétek el, hogy valakinek jó karmája van, egészséges, szép, gazdag, ideális családja van, csodálatos gyerekek vannak, saját háza, bank, akár mind, bármi, az egész föld az övé. Képzeljétek el, és minden szép és gyönyörűen működik, és nagyon csodálatos, de meg kell halni. És meg fog halni? És mit viszi magával? Semmit sajnos. Ezért még a jó karma is kevésbé rossz, hát nem, mert ebbe életbe valaki születik, mert jó karmát csinálta, és jó él az életet, de ennek vége lesz, mint a bankban, amikor elfogy a pénz, akkor utána nulláról kell kezdődni. Ezért ideiglenesen jó, ne legyek annyira negatív veletek, ideiglenesen jó karma, rövid távon jó karma, hosszú távon rossz a karma. Miért? Jagyarta karma nanyatra, lokayam karma bandanam. Gyakorlatilag lokayam karma bandanam. Ebben a világban minden ember karma bandana, gusba van kötve. Jó karmával, rossz karmával. Meg van írva a forgatókönyve, a tulajdonságok, be van programozva. Valaki jó karmával ben van programozva, nemes tulajdonságok vannak, ez jó, neki könnyebb, de lehet néha nehezebb lelkileg fejlődni, mert túl el van merülve az élvezetbe, a jó karmának az élvezetben. De azok, akik nehéz, rossz karmával rendelkeznek, nincsenek jó helyzetben, vagy van betegség, vagy csalódtak a világban, kapcsolatokban, akkor ők tudnak jobban nyitottak lenni arra, hogy lelkileg fejlődjenek és megtaláljanak a lelki békét. Ezért Bhagavad Gita azt mondja, Yagyarta karma nanyatra, hogy ahhoz, hogy lokayam karma bandana, hogy a világi emberek felszabaduljanak a karmanak a bilincséből, vagy inkább azt mondanék, valakinek karma, mint egy bilincs, de valakin, mint a gus, gusba van kötve. Akkor Yagyarta karma nanyatra, úgy kell végezni cselekvését, hogy Isten legyen elégedett. Bármikor, amíg csak egy kis lépést teszünk arra, hogy Isten legyen velünk elégedett, abban a pillanatban sok-sok karmától megszabaduljunk, ettől a karma bandanától. Ez a legfontosabb. Szóval bármilyen karma akkor jó, hogyha segít nekünk lelki megvalósítást szerezni, mert ez az ember életének az értelme. Hogyha jó karma ebbe segít, nem akadályoz, az jó karma. Hogyha rossz karma segít, hogy közelebb kerüljünk Istenhez, akkor ez jó karma, ez nem rossz. Mindig ezt a szempontot nézünk. Minden, ami távolít engem a lelki tudattól, Istentől, az rossz. Minden, amit közelebb hoz, az jó. Írjátok kommentekbe, ti mit gondoltok róla, és milyen a tapasztalatotok vannak. Van-e köztetek, aki már csalódott az életben? Mert aki csalódott, eljött ahhoz a köszöbhöz, hogy elkezdjen lelki életet élni, indulni a felvilágosodás vagy megvalósítás célhoz. Köszönöm szépen, szép napot kívánok, ne felejtsetek feliratkozni a csatornára, lájkolni a videót, és majd találkozunk. Hare Krishna!